Ez a színege, csülke, meg fargyúcsa. Hessé, lehúzza. Színege, leszakad a teteje. Itt a napa se is neki köz. Ha leszakad, kérdőjel, mi lesz? Vélem, sárga, hogy lágy. Ázsia szerintem nem lehet nagy volt. Hessnek le, rohóra, kérlek, kérlek, leszakad a tetejet. Köszönöm, drágám, képzeljétek el. Nem olyan nagyon régen ezelőtt, egy pár nappal volt egy koncertünk sérült gyerekeknek. És hát ott olyan gyerekek is voltak, akik nem hallanak, de siketnének. És feljött egy néni a színpadra, akit úgy hívunk, hogy jeltolmácsoló. Tehát jeltolmácsoló néni volt. A jeltolmácsolás azt jelenti, hogy amit beszélsz, az közben elmutogatod a másiknak, hogy értse, hogy miről beszélsz, ha nem hall. És kíváncsi voltam, hogy a nálda házam tetejéből mi lesz, mert ugye az maga egy jeltolmácsolás. És elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy sárga. És tudjátok, hogy mutatta a sárgát a jeltolmás? Na, így, megmutatom, így. Sárga. Ez a sárga. Próbáld ki. Fölemeled a hüvelykujjat, kisujjat, és így rázod, és mondod, hogy sárga. Így kell mutatni azoknak a sárgát, akik nem hallanak jól. Drága virágaim, kipróbáljuk? Egy, két, százezer, na, ott látom, tetejje, rád látom, még gyorsabban! Kemények vagyunk, jó. Oké, újjakat töltjük. Gyerekek! Mehet? Jó, egy-két millió! Még gyorsabban! Hoppá, döntő! Elvárjuk, hogy ki a leggyorsabb ide. Rajta! Én nyertem! Én nyertem! A gyerekeknek sikítás, kiabálás!